Az ősszel elvetett kalászosokat, valamint a repcét is az évnek ebben az időszakában szokták először fejtrágyázni. Ez azt jelenti, hogy nitrogén tartalmú szilárd vagy folyékony műtrágyát szórnak a korábban elvetett termények éppen kikelő kezdeményeire. Ez a tél jól indult, jól kezdődött, és úgy tűnt, hogy a kalászosok milyen jól fognak telelni. Volt egy kis csapadékos időjárás ott januárban, amikor egyik napról a másikra megkövetkezett egy -10 fok, ez nem tett jól a repcének se, a kalászosoknak se. Úgy tűnik, hogy vannak most már sok olyan fajta kalászosok, őszivetésűek, amik egy kicsit érzékenyek a hidegre, vagy pedig az bántotta, hogy vizes volt a talaj, amikor megfagyott, és a gyökerek elrepedeztek. Nem olyan szépek a kalászosok, mint amilyen enyhe tél van. A mi megyénkben ezek a belvizek még nem jelentkeznek ilyen számban, ugyanis homokos területeken gazdálkodunk, és ennek én úgy gondolom, hogyha ilyen folyamatában jön ez a csapadék, még talán kedvezhet is, mert inkább most legyen csapadékos időjárás, töltődjön fel a talaj vízzel, mint majd április-májusban, amikor már a vetések kezdődnének. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék és az enyhe időjárás együtt azonban hátráltatja az éppen aktuális munkálatok elvégzését. Február hónapban az eddig leesett csapadék közel 60 mm. Ez egy kicsit olyan soknak tűnik, meg is látszik a földeken. Lassan készülnénk a fejtágyázáshoz, de nem lehet rámenni a földekre. Azt gondolom, hogy majd meg lesz ennek a lehullott csapadéknak a hatása, hiszen megvan a földbe, belvíz nincs. Ahogy majd el lehet menni a földekre, akkor folytatjuk a fejtrágyázást, illetve el fogjuk kezdeni a repcébe, illetve a kalászosokba. Ahogy az időjárás engedi, a földeken és a kertészetekben is folytatódnak a munkák. A gyümölcsösökben várhatóan áprilisig tart majd a meccés.